Nem volt könnyű év, de a nehézségeket a sokszínű előadások felettették. Az opera színes repertoárja a vírus sújtotta 2021-ben sem ismert határokat, és mindenkihez elért. Az online közvetítésekkel a világ különböző pontjain költözhetünk be a közönség nappaliába. A májusi nyitás után pedig végre élőben is láthatóvá tettük a kultúrát. Az elmúlt évben 205 nagy termi, 19 kameraelőadás, 18 online előadás került színpadra. Összesen 19 bemutató, ezekből 8 estényi nagy opera premier. 2 zenés színpadi játék, 4 balett, 2 mix, azaz zenés prózai előadás. Összesen 150 ezer néző, világsztárokat, köztük a francia Patricia Petitbont, vagy az amerikai Lawrence Brownlee-t, az opera magyar művészeit a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, 22 féle repertoár előadást, ebből 14 operát, egy szimfonikus rockoperát, egy operettet, 6 balettet, 3 koncertszerű operát és 2 koncertszerű opera keresztmetszetet láthatott az Erkel Színházban, a nyári szabadtéri rendezvényeken, és az intézmény legújabb, 2021. októberében átadott próba és játszóhelyén, az Eiffel Műhelyházban. Közben pedig a háttérben is nagy a készülődés, a márciusban újra megnyitó Andrássy úti operaház miatt, és nem áll meg a munka az Eiffelben sem. 2022-ben újabb 5 próbaterem épül az új épületkomplexum óriás csarnokában, köztük 3 házi színpaddal, egy baletteremmel és egy zenekari próbateremmel. Ezeket január végétől fokozatosan vehetik majd birtokba az opera művészei. Átadásuk után így minden infrastruktúrális feltétel adottá válik a szakmai minőség még magasabb szintre emeléséhez. Más lesz, mégis hasonló. Ahogy megszokhatták, premierek, színes repertoár előadások, balett, valamint számos klasszikus vagy éppen újító program 3 helyszínen, az Operaházban, az Eiffelben és az Erkelben. 2022-re azt kívánjuk, hogy az opera új éve is önökkel folytatódjon.